Lóska Sándor 15 éve nyerte meg az Erős Emberek magyar bajnokságát. Pár éve ünnepelte ugyan 50. születésnapját, de az edzéseket természetesen nem hagyta abba. Így történhetett, hogy a Rolling Thunder nevű versenyszámban még ennyi idősen is oktatta a mezőnyt. Mindig jó volt a fogásom, gondoltam, megpróbálom. Azért nehéz, mert nagyon vastag a fogantyú, 63 mm, és még el is forog a tengelyén, tehát villámgyorsan kipörög az ember kezéből. Úgyhogy ez a nehézsége leginkább. A feladat tehát nem bonyolult, meg kell emelni a súlyt. Nagyon figyelni kell arra, hogy ne pörögjön ki a rúda kézből. Az erőpróbán sokáig versenyben volt a győzelemért a négyszeres Erős Ember magyar bajnok Darázs Ádám, a könnyűsű világbajnok ukrán Szergej Konyusok és a súlyemelő olimpikon Nagy Péter is. Mindannyian most először próbálkoztak a feladattal. Érdekes volt, azt hiszem, hogy kicsit jobban fog menni, de ez a 90 kiló, azt mondták, hogy nem rossz egy elsőre. A szegedi színekben indul ám a sportággal gyűrőt megismerkedő Nagy Péter, most teljes mértékben egyébként Rióra készül. Azt mondja, jó lenne egy olyan eredményt elérnie a magyar csapatnak, hogy hárman is kijussanak Brazíliába. Szeretne ugyan 420 kg-ot teljesíteni, ám a VB-n a helyezés sokkal fontosabb, mint a megemelt súly. Novemberben lesz a kvalifikációs világbajnokság. Még most tartok az alapozásnál, úgyhogy még egyelőre a formám nem mondható jónak, de így az alapozás nézve viszont elégedett vagyok eddig. 100 kg, egy nagy tapsodat kérünk, több mint 50 évesen. Az igen. Nagy Péter a Rolling Thunderban holt versenyben a második helyen végzett, Ősember Lóska Sándorral. A bajnok azt mondja, aki először találkozik az eszközzel, az kis gyakorlással 5-7 kg-ot hamar javulhat, ezután viszont már a szorítást kell erősíteni. A sportoló most 104 kg-ra javította a magyar rekordot. Magyarországos csúcs Lóska Sándor, az igen, nem rossz. Még szeretnél emeltetni rajta, Sanyi? Azt tapasztaltam, hogy ha meg tudom tartani úgy, hogy az alkarom vonalában van a csuklóm, akkor tudom jól megtartani. Ha kibillen annyira, hogy a súlypontba kerül, ott meg már kihajtja az ujjakat. Tehát az alkarnak ezek az izmai kellenek hozzá, én szerintem legjobban a szorításon kívül. Lóska Sándor egyébként többet várt magától. Facebook oldalára ugyanis azt írta ki a verseny után, miután csak egy kilót javítottam az egyébként is általam tartott csúcson, azt hiszem ideje lesz olajat cserélnem a hidraulikában.